folytasd. Itt a tavasz, igen. Ne folytasd. Van erre egy fiús verzió, amit ilyen adásban elmondunk. Viszont ha magamhoz ragadtam a szót, boldog névnapot, kedves Márta. Nagyon szépen köszönöm. Jó, ezt kicseréljük, jó? Betéltem. Hogy ne, meg tisztelsz. Nagyon szépen köszönöm. Jól áll a ruhádhoz. Igen. Igen. Hát nem csak a tulipán, ugye a tavasz, hanem hogy ilyenkor nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy a bőrünket megújítsuk, hogy elkezdünk tisztulni. Igen, 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 ugye a télen azért sokan vagyunk, hogy a nagy hideg, meg a fűtés, meg minden úgy, hát, hogy meg egy kicsit elrusztulunk. Igen, meg és akkor nem foglalkozunk a bőrünkkel sem foglalkozunk. Igen, hát ilyenkor érdemes egy kicsit fölfrissíteni, hogy újra levegőhöz jusson, hogy megújuljon, és ugye a friss tavaszi szellő is bejusson rajta, meg hát a megfelelő hatóanyagok is. Ezt egyébként úgy tudjuk leginkább megcsinálni, hogy jó alapos radírozást végzünk tetőtől talpig. Tehát készítünk egyet testre, készítünk külön arcra. Azért kell külön készíteni a kettőt, mert azért az arcunk, nyakunk, dekoltázsunk egy sokkal érzékenyebb, mint ugye a testünk többi részén a bőr. De akkor Gergő, mindig te vagy az, aki ugye dolgozik, úgyhogy akkor most is téged fogunk munkára fogni. Adok egy kis kanálkát, és akkor kávéörleményt szépen beleteszünk egy kis tehát most akkor mit fogunk készíteni? És ezt most testre fogjuk elkészíteni. Testre bekerítek a testemre? És erről teljesen át kell vele radírozni az egész testet. Az úgy. Egy kanál hát most persze, most csak bemutatásképpen. Olívaolaj, egy kis olívaolajat öntünk hozzá. Miért van tulajdonképpen a radírozásra magára szükség? A radírozásra azért van szükség, mert a hámrétegnek, igen körül, hát úgy, hogy jó el tudjuk keverni, a hámrétegnek a legfelső szaru rétege, ez megvastagszik. Egyrészt a korral, ahogy haladunk előre, 30-35 éves kortól már nem működik semmi olyan tökéletesen, meg bizonyos bőrproblémák, meg a fűtés, meg a hideg. Biztosan, hogy láttátok, vagy hallottátok már, hogy van, akinek ilyenkor télen például annyira kiszárad az alsó lábszáron a bőr, hogy szinte pikkelyes lesz. Na és ezt a megvastagodott réteget, ezt le kell, hogy koptassuk, mert utána hiába kenjük rá a legjobb testápolót, arckrémet, bármit, nem tud egyszerűen beszívódni, mert ez egy elhalt sejtmag nélküli réteg. Ez nem a dehidratáltságtól van? Tehát, hogy kevesebb vizet, vagy kevesebb folyadékot viszünk? Nem. Ez nyáron lenne, ez, ugye? Az nyáron lenne inkább. Nem, hanem ez így működik, hogy alulról építkezik a bőrünk, születnek az új sejtek, szépen vándorolnak fölfele, fönt elhal, és lepotyog. Ez egy ilyen fiziológiai élettani hámlásnak nevezzük. De hát ahogy öregszünk, nem működik tökéletesen, és az ott megvastagszik, és ez ugye leszigetel, és nem tud bejutni semmi. Ugyanúgy azért, igen, ugyanúgy töredezetté, repedezetté válik, tehát ezért érezzük azt, hogy olyan száraz, olyan húzódik, olyan pikkelyes, olyan nem szép látvány, és szépen, hogyha visszakoptatjuk az eredeti vastagságára, például egy radírozás, akkor nagyon jó. Nincs még kész. Annyira belemelegettünk itt a beszélgetésbe. Igen, tegyünk még bele egy kis citromot. És alkimista vagy. Igen, ez a bőr aranya. Most a test ezt bátra lehet nyomni. Igen, úgy jó. Oké, rendben. Ez mennyivel jobb ez így, nem? Ez azért nagyon jó, mert a citromsavnak szintén van egy kis hámoldó hatása, tehát itt ezek az elhalt sejtek közötti kis réteget szépen feloldja, ezt úgy habarcsnak nevezzük, vagy a ceramidoknak ugye hivatalosan, feloldja, és könnyebben lepotyognak a sejtek. Ez tulajdonképpen az alfa-hidroxisavak vagy gyümölcsavak közé tartozik, ugye, hogyha szépségszalomba, hogyha elmegyünk és egy-egy ilyen aháskúrát, aháshámlasztást kérünk, akkor többek között a citromsav is oda tartozik. Milyen gyakran érdemes ezeket megcsinálni? Most ezt a hámlasztó kúrát ilyenkor a tavasz előtt, ugye azt akarjuk, hogy megújuljunk a bőrünk, érdemes ezt kúrába csinálni, tehát rendszeresen. Tehát az azt jelenti, hogy egy olyan 3-4 héten keresztül, heti 2 alkalommal, de aki esetleg úgy érzi, hogy durvább, szárazabb a bőre, az akár heti 3 alkalommal is megcsinálhatja. Szigorúan a fürdőben. Ezeket? Nem megyünk a nappaliba ebben. Igen, hát ezt a fürdőszobában ugye fölkenjük, akár kézzel jó átdörzsölhetjük, akár egy fürdőszivacsal, egy lufaszivacsal jó alaposan átdörzsöljük. Közben még bele valami? Nem, közben készítsél arcra is, légy szíves. De akkor várj, ez akkor tulajdonképpen elkészült, és akkor ezzel ez a kis... testre. Igen, tehát hogyha fölkened most oda, nyugodtan kent föl, és akkor kezd el jó dörzsölni, érzed, hogy mennyire érdes. Depilálsz is azonnal. Nem tudom, nekem itt egy erogén pontom van.
Aha. Tök jó. Kocsakrán. Hát azt érzem, hogy ugye ilyen jó, erős, szemes, ugye, igen, igen, és igen, igen, igen. Most igen. Nem lesz nekem ezen a felületen sokkal szebb a bőröm? Gyönyörű lesz, gyönyörű, hát színesen. Most minden, igen. Tök egyébként szőrtelenítés közben? Igen, nem, nincs szőr a karomon alapból. De egyébként ez azért is nagyon jó, például nőkni, vagy férfiaknál is, tehát akik szőrteleníteni akarnak, mert ugye ilyenkor, amikor megvastagszik ez a szarúréteg, a szőrszár hajlamos alatta bennőni, nem tud kibújni, ott vagy begyullad, vagy tekereg a bőr alatt, egyik sem esztétikus szép látvány, és ugye, hogyha leradírozzuk, felpuhítjuk, sokkal könnyebben és szebben lehet utána szőrteleníteni. Na nézzünk gyorsan még valamit. Na, akkor arc, az igen, egy kis cukor, só, tengeri só, és akkor ugyanígy egy kis olívaolajjal össze tudjuk keverni. Ez sokkal gyengédebb, és az só az el fog olvadni, tehát nem lesz ilyen érdekes, és nem tud ilyen hosszan erőteljesen radolni. Nem, nem, azért teszünk hozzá az olajat. És ez szépen elolvad, tehát ez egy sokkal gyengédebb. Ezt is csinálhatjuk kézzel, csinálhatjuk esetleg egy kis peeling kefével. Hát ugye ez nincs minden háztartásban értelemszerűen, de például egy elhasznált régi fogkefe, aminek már puha a szőre, az ugyanígy az egész arcunkat, nyakunkat, dekoltázsunkat. Ez egyelőre még ilyen szemesnek tűnik. Ez meddig felhasználható? Tehát azonnal, vagy pedig egy főzöcskézünk közben megcsináljuk, és egy 2-3 óra múlva is. Még a, hát ez igen, az nem, mert ugye feloldódik a só, és akkor már nincs meg ez a hatása. De akkor ez feloldásig kell keverni? Nem. Fölteszed, és a bőrödön, ahogy dörzsölöd, úgy szépen feloldódik teljesen. Az arcomra? Ne az arcomra, inkább a készfejeden most. Tegyek így? De lehet érezni a kettő, kérlek. A kettő, nem vagy sótlan. A kettő közötti különbséget, hogy ez egy sokkal lágyabb, puhább, ez egy sokkal érdesebb, erőteljesebb. És mikor? Én imádom az olívaolajat. Amúgy is egyébként, ugye ráncok ellen is nagyon jó az olívaolaj magában is. Igen. És ezt bővízzel kell utána lemosni? Vagy igen, utána bővízzel lemossuk, és akkor utána a megszokott testápolónkat, arckréminket nyugodtan használhatjuk, és sokkal jobban be fog jutni a bőrbe, és sokkal hidratáltabb és puhább lesz, és megújultunk tavaszra. Hát nagyon köszönjük. Ezt a kávét, hogyha esetleg Rétának kell, majd a risottóba beletesszük, meg jól lépít, hogy kicsit így feldobjuk, megtartjuk. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen.